A Mi Hazánk mozgalom szerintem az elmúlt időszakban próbált példát mutatni egyfajta új politizálásra, ezért el is tudtunk érni még ellenzékből is eredményeket, bár bevallom, ez rendkívül nehéz, akkor, amikor a Fidesz-KDNP kétharmados többségével és a maga politikai gőgjével általában lesöpri az ellenzéki javaslatokat. Néhány évvel ezelőtt, akkor, amikor a végrehajtó maffia vagy végrehajtói maffia szavakat senki nem ismerte még ebben az országban, és az ellenzék többi párt, a balliberális ellenzék, az összefogás pártjai egyáltalán nem beszéltek erről a témáról, sőt Varga Judit és az ő környezete sem fedezte föl, hogy valami rosszul működik ebben az országban, akkor a Mi Hazánk mozgalom volt az, amely Sagy Györgyön keresztül bemutatta a végrehajtó maffia működését, és így nagyon komoly szerepet játszottunk abban, hogy Magyarország elmúlt 10-20 évének egyik legnagyobb politikai jellegű korrupciós ügyében sikerült leleplezni a résztvevőket, és elindítottunk egyfajta lavinát. A vendégmunkásokkal kapcsolatban sorban mi voltunk azok, akik feltártuk, hogy milyen módon nyitotta meg a határt a kormány a vendégmunkások beáramlása előtt, egészen odáig, hogy még a Nagy Magyarország parkban, ahol ugye Bayer Zsolt magyarázta el nagyvilágnak, hogy milyen jó, hogy vannak vendégmunkások. Tehát rengeteg ilyen valódi feltárást hajtott végre a Mi Hazánk mozgalom, miközben a többi ellenzéki párt csak különböző ilyen, nem tudom, óriás plakátokon megjelenő pedofidesz és egyéb szavakon vitatkozik. Mi érdemi munkát igyekszünk végezni. Ugye a Covid korlátozó intézkedések, amelyekről ma már utólag bebizonyosodott, hogy ugyanúgy, mint ahogy az oltásokkal kapcsolatban is, hogy rengeteg kormányzati állítás nem volt igaz, meghátrálásra tudtuk a kormányt kényszeríteni, egyedüli parlamenti párt voltunk, amely ezt tette, és a nyomásgyakorlásunk után eltörölte a kormány számos Covid korlátozó intézkedését. Elértük, hogy a kormány fagyassza be a rendszerhasználati díj mértékét, arányosabb választási rendszert sikerült a fővárosban újra teremteni. A Mi Hazánk nyomásgyakorlásának következtében szállították el, még tüntettünk is ugye a déli határon, a déli határt elárasztó embercsempészek autóroncsait, megakadályoztuk a furt és ásott kutak regisztrációját, és ezzel együtt esetleges sarc kivetését, de nagyon sokat lehetne, nagyon sok ilyen ügyet tudnánk még felsorolni, például a napelemmel rendelkező háztartások tulajdonosait megpróbálták átvágni, egy-két nap alatt több száz fős pertársaságot hoztunk létre, és végül a kormány meghátrált. A kormány nem vette észre, hogy decemberben lehetett volna arról dönteni, lehetett volna megakadályozni azt a globalista, azt a brüsszeli törekvést, amit ugye úgy nevezünk, hogy DSA rendelet itt Magyarországon, ami ugye a digitális szolgáltatások szabályozásáról szól. Ez cson nélkül az országgyűlés elé hozta a kormányzó párt, egyébként önmagával is kiszúrva, holott bele lehetett volna tenni akkor, amikor ugye a magyar jogrendszerbe egyfajta jogharmonizációval ezt beültetjük, bele lehetett volna tenni valamiféle korlátokat. Most átadta a kormány teljesen Brüsszel vagy a globalisták kezébe Magyarországot, és több millió magyar állampolgár adatait akár a, mondjuk a Facebookon vagy más közösségi médiumokon keresztül. Most lenne erre lehetőség mondjuk a Booking.com megregulázásakor, hogy az ilyen globális szolgáltatókat valahogy legalább ide kényszerítsük, hogy legyen egy irodájuk, vagy lehessen őket Magyarországon perelni, hogyha bármelyik magyar állampolgárt vagy vállalkozást hátrány éri. Tehát erre szeretném fölhívni a figyelmet. Ugyanígy a készpénz, amiről ugye hónapok óta beszélünk, a miniszterelnök úr múlt héten azt mondta, hogy nyitottak arra, hogy akár alkotmányos védelmet adjanak a készpénz használatnak. Nosza itt a lehetőség, hogy bebizonyítsák, hogy nem csak beszélnek, mellé beszélnek, hanem cselekszenek is.